Kezdődik az iskola, a gyerekek újra könyvekkel teli, nehéz táskákat fognak cipelni. A nem megfelelően kiválasztott táska az egyik fő okozója a gyermekkori mozgásszervi megbetegedések vezető formájának, a szkoliózisnak, azaz a gerincferdülésnek. Különösen káros a félvállon hordott, nagy súlyt tartalmazó hátizsák vagy váltáska. A gerincferdülés tünetei függenek a betegség súlyosságától. Kezdődő formában hátfájás, valamint a helytelen testtartás figyelmeztetheti a szülőt a kezdődő betegségre. A gerincferdülés kialakulását megelőzhetjük a megfelelő táska kiválasztásával, a terhelés csökkentésével, valamint gyermekünk hátizmainak erősítésével, úszás vagy egyéb sportok révén. A megfelelő iskolatáska kiválasztásánál fontos figyelembe venni az állítható párnázott válpántokat, hogy van-e mellkason lévő kapocs, valamint a táska jó súlyelosztását. Ha már észlelhető a probléma, annak súlyosságától függően többféle kezelési mód áll rendelkezésünkre, úgy mint gyógytorna, úszás, fűzőviselése vagy legsúlyosabb esetben műtét. És Peti mindig megvárja őt.